történelmi egyházaink rendkívül fontos szerepet játszanak a magyarság megtartásában, az emberek lelki ápolásában. Ez nem csak és nem is csak nemzethez, hanem általános emberiességhez kötődő rendkívüli misszió, rendkívüli feladat, de úgy veszük észre, és ez teljesen egyértelmű tapasztalat, hogy azokon a helyeken, ahol az emberek kisebbségben, nemzeti kisebbségi közösségeket alkotva élnek, így Kárpátalján, Erdélyben, máshol, a magyarok számára a történelmi egyházak egy bástyát jelentenek, egy olyan védelmet, ami hosszú évtizedeken keresztül megóvta a közösséget a beolvadástól, az asszimilációtól, lelket vert az emberekbe, és lehetővé tette azt, hogy megmaradtak magyarnak. Úgyhogy rendkívüli szerepe van a római katolikus egyháznak, a görögkatolikus egyháznak, a református egyháznak, más történelmi egyházaknak is, melyek más Magyarországon a szomszédos magyarok lakta, autokton magyar közösségek lakta régiókban élnek, és így nagyon örülök annak, hogy a mai nap ez tisztán beigazolódott, hiszen itt egy katolikus egyházi óvoda került átadásra a magyar kormány támogatásával. Az egyház nagyon fontos missziós, nemzetmegtartó szerepével. Nem véletlen, hogy Szent József óvoda, hiszen Szent József a család védőszentje, a család megtartója, és nekünk magyaroknak is az a legfontosabb, hogy a családok érdekében történjen minden, hiszen a család az ember számára a legfontosabb közösség, ebben a nemzet legfontosabb egysége. A családok, ha szilárdak és gyarapodnak, akkor a nemzet jövője biztosítva van. Ez az óvodai ünnepség, hogy úgy mondjam, tehát ez egy csodálatos, szép átadó ünnep, avató ünnep, ez szimbolizálja a családoknak a rendkívül fontos szerepét, és ugye az egyház ott áll mellette, hiszen Szent József erre emlékeztet, erre tanít minket, hogy a hit erejével lehet a családokat is megtartani, a nemzetet is, még a nehéz időkben is. Hát reméljük, hogy talán könnyebb idők jönnek, szeretnénk ezt minden erőnkkel elősegíteni, a fejlesztéssel, a különböző projektekkel, a közösségek támogatásával, még talán nagyobb erővel, mint idáig, az együttműködéssel, a jó kapcsolatokkal, közösségek között, régiók között és országok között. Természetesen fontos a jó kétoldalú együttműködés Magyarország és Ukrajna között, és ebben is reméljük, hogy a nem távoli jövőben, inkább a közelebbi jövőben jelentős előrelépéseket tudunk majd elérni. Gratulálok az óvoda kislakóinak mindenek előtt, és a szülőknek, és azoknak az áldozatos embereknek, akik részt vettek ennek az óvodának a létrehozásában, munkájukkal, fizikai munkájukkal, szervezőkészségükkel, példaadásukkal. Gratulálok a egyházi atyáknak is, püspök úrnak, a házfőnök úrnak, hogy létrehozták ezt a rendkívül fontos projektet.